exemplu, acum kapitalizmus és a szocializmus váltásából rengetegen meg tudtak gazdagodni, mert a lehetőséget kihasználták, ami az volt. És mi is azért élünk most ilyen jó helyen. Rendszerváltás volt, és jöttek a munkanélküliek. És akkor nem tudtam fizetni az OTP-t, nem tudtam a rezsit, munkalehetőség semmi. A 90-es évek közepén kezdett a tömegesebbé válni. Már a szállítás van hátra. Tudomásul kell venni, hogy itt élnek. Jó pár százal, jó pár ezeren. Ebben a városban, erdőkben, itt ott. Vagy kifizetel a számlát, vagy együnk? Ez a kérdés, választható. Együnk, azt mondjátok? De akkor még nem lesz házatok. Rosszul esik. Belül. Hogy nem is ismer, azt se tudja, hogy ki vagyok. Mert hát látszik rajtam a cigányom, nem tudom letagadni, hogy... Semmi. Ma már semmi nem biztos. Egy tanárnak mindig lennie kell, egy orvosnak mindig lennie kell. Egy zenésznek nem biztos, hogy lennie kell. Hát hogyne? Hát zene nélkül nincsen semmi. Jó, de cigányzene nélkül lehet, hogy van.